Mizsei Jani vagyok, ez itt a Lidl receptek, burger a témánk, divatosak vagyunk, flexelünk egy nagyot, mutatom a frankot. Következő burgerünk egy nagyon jó kis hagymalekvár tartalmaz, már mutatom is. Egy lábast fölteszünk, elkezdjük előmelegíteni, és olajban fogjuk elkezdeni a pirítást. Első volt a vödös hagyma, ahol kevesebb a cukortartalom, úgyhogy azzal kezdünk. Átmelegedett és elkezdett pirulni, akkor jött a fehér salátahagyma. Harmadik hagymánk, a legszofisztikáltabb, legkifinomultabb ízű salottahagyma. A hagymák mennyiségétől nem kell megijedni, mert a végtermékünkre körülbelül a kétharmadára össze fog fonnyadni. Addig pirítjuk magas hőmérsékleten, meddig el nem kezd karamellizálódni és barnulni. Nagyon fontos, hogy először süljön a hagyma, és hogyha jó arány barnára megsült, akkor utána kezdjük el főzni. Körülbelül egy ilyen 40 perc eltelt, gyönyörű szépen karamellizálódott a hagymánk, megsült, és jöhet most a só, és jöhet a bors. Levettem alatta a tüzet, most már csak szépen lassan rotyogtatjuk. Nagyjából a nagymama lekvárjához tudnám hasonlítani a folyamatot. Ha van burger divat, akkor mi most azt hiszem felülünk erre a hullámra. Smash burger fogunk készíteni. 15-16 dekás húst veszünk alapul, mint egy normál burgernél. Csak annyi a módosítás, hogy ketté szedjük a húspogácsát. Golyókat formázunk inkább belőle. Használni fogok egy nagyon jó kis öntött vasprést. Amikor az edényünk tábortűz forróságú, akkor kezdjük el megsütni a burger húsokat. Nagyon kevés olajjal kezdünk. Nagyon pici hagymát fogunk először pirítani. Próbáljuk egy helyre rakni a hagymát, és erre fogjuk rányomni a burgert. Nem sószuk és nem fűszereztük eddig a húst. Jöhet egy zsírfatire tetejére, és amitől smash burger, a smash, az ettől a préseléstől. Belenyomjuk a húst a hagymába, és így sütjük tovább. Annyi sütés elég is volt, kb. Egy 30 másodperc, és már fordítsuk is. Kijött a só, és egy kis őrölt bor. És ameddig pihentetjük a húst, addig jött rá egyszer a sajt. Fehér cheddert használok, és pont elég lesz az a hő, hogy ráolvadjon maga a sajt. Meg vagyunk a negyedik félen, és a smash burgernek a másik nagyon lényeges, hogy a két burger húst, azt egy beépítjük, és így fogjuk tálalni. A zsömmel, egy fényes zsömlét választottam ehhez. Megpróbálom egyenesen felvágni, még egy kis vajjal meg fogjuk kenni, és szárazon megpirítjuk. Most nem kell, hogy ússzon a vajba. Egy picit az alját is, és már rakjuk is a serpenyőbe. Ameddig a buci pirul, addig fel is tudtok iratkozni. Addig meg is pirult. Egy kis hagymalánkvárt már kimentettem az edényből, lehűtöttem. Készítettem egy tojás sárjából, olajból, mustárból és ecetből egy majonézt. Ki részletesebben szeretné, chef tippünk van rá, és most a sült hagymát és a majonézt egybe keverjük. Ez lesz a hamburger szószunk. Egy kis salátát és csemege uborkát fogok még burgerbe beletenni, és össze is rakjuk. Jó étvágyat! Ha tetszett a recept, nyugodtan dobj egy lájkot, ha pedig kérdésed van, tedd fel bátran kommentbe. További receptekért kövesd a Lidl YouTube csatornáját, ahol még több tartalommal várlak.